videóba jelentkezem. A Gyűrűk Ura, a Király Visszatér gyűjtői kiadását szeretném nektek bemutatni. Nézzük is, hogy mit rejt ez a csomag. Na, itt van, hogy a film Peter Jackson rendező által külön az új kiadás számára újra vágott, mint egy 48 percnyi új résszel kibővített változata. Igen, ez egy olyan kiadás, hogy négy lemezből áll, utána van egy ilyen makett, ezt adják hozzá, aminek le lehet emelni a tetejét, és akkor bele lehet tenni bármit. Két lemeznyi új extra, igen, interjúk, látványterveket tartalmazó csomagolás, és még kapunk egy koncertfelvételt, zenemű készítésének körülményeiről mesél a háromszoros Oscar-díjas zeneszerző. Igen. Na, ezeket tartalmazza ez a kis kiadás. Meg is mutatom. Egyébként én ezt már kibontottam, mert egy olyan rohadt bonyolult egy csomagolása volt neki. Nézzétek meg. Így néz ki. A király visszatér. És akkor nézzük is meg, hogy ez hogy néz ki. Elnézést, hogy itt a földön bontom, de máshol nem nagyon tudom megmutatni. Gyönyörű szép a kiadása. Nézzétek meg. Van benne egy ilyen kis füzetecske. Nem tudom, hogy ebben mik vannak leírva, még el se olvastam. Mindegy, szóval van ilyenünk is. Jaj, elnézést kérek. Úgy, nézzétek meg, milyen szép ez a kiadás. Hát ez valami csodálatos. Egyébként nekem megvan az első részének is egy ugyanilyen kiadása. Én még annó azt 2000 forintért vettem, és fogalmam nincs, hogy az is egy ilyen gyűjtői kiadásból van-e. Nem tudom, de nekem megvan az is. Na mindegy, ezt így félre rakjuk. Itt a kis füzetecske. Akkor itt van ez a koncertfelvétel, vagy igazából ez az, nem? Hát az koncertfelvétel. Ezt még meg se hallgattam egyébként. Mondom, ezt nem olyan rég vettem meg ezt az egészet, ezt az egész kiadást. Minas Morgul, oké. Okay. Nézzünk ebbe is bele. Most ilyen hirtelen ötlet volt, hogy csinálok erről egy ilyen videót. Erre én fel se készültem. Na mindegy, szóval ilyen. Úgyni. Így néz ki a hátoldala. Nézzétek meg. Egyébként a doboza az ilyen. Ez viszont kurva jól néz ki. Hogy ott vannak Frodoék. Még a drága szág, az is ott van. Na, így néz ki. És egyébként, ja, még a makettet meg sem mutattam, azt mindjárt megmutatom, és ez van így benne. Hát most halásszátok így ki egy bemutató miatt. Tehát. És az a vicc, hogy el is szakadt a doboz, mert egyszerűen nem tudtam kivenni. Én még ilyet nem is láttam, hogy lehetett így megoldani. Na, akkor gyerekek, itt van a makett. Nézzétek meg, nagyon jól néz ki. Kicsit odébb rúgjuk, nagyon jól néz ki. És nagyon pontos, gyönyörűen van megcsinálva. Várjátok csak egy kicsit. Úgy. Nézzétek meg, hogy a kis apró házak hogy meg vannak csinálva. Nagyon szép ez a kis makett. És ez így felkerül a polcotokra. Nézzétek meg. Hát most nem azért, de így, hogy veszem, hát én így elájulok, tehát szerintem kurva jó. Nézzétek meg, itt van a kapu is. Fókusz, úgy. Nézzétek meg. Gyönyörű. Gyönyörű szép. De komolyan mondom. Na. Megcsodálhattátok. És le lehet tényleg emelni. Így.
És akkor így bármit bele lehet rakni, kis ékszert, vagy apró pénzt, valamit. Jó pofa. Úgy. Na, ez lett volna a kis Király visszatér gyűjtői kiadás. Aki, nem tudom, hogy ezt még be lehet-e szerezni. Én is egyébként nehezen tudtam, nem is vettem meg drágán. Nem tudom, hogy ez mennyire számít ritkaságnak, hogy még lehet-e kapni, semmit nem tudok róla. De úgy voltam vele, hogy gyorsan csinálok erről egy videót, hogy ilyen is van. Úgyhogy aki tudja, az vegye meg, mert ez egy gyönyörű szép kiadás, és szerintem én mondjuk a Gyűrűk Urának én ezt tartom a legjobbjának, tehát a Király visszatér szerintem a legjobb része a trilógiának, úgyhogy mindenki vegye meg, mindenki nézze meg, mindenkinek ajánlom. Köszönöm a figyelmet, és sziasztok!